És most engedjenek meg nekem egy rövid, ám de negyed századot átfogni szándékozó kitekintést, hiszen én személy szerint nem csak a 2010-14-es önkormányzati ciklus zárom. Ha visszatekintünk erre a 25-26 évre, 1989-től közéleti aktivistaként, aztán önkormányzati képviselőként, majd pedig 16 éven keresztül Szada község polgármestereként szolgáltam a községet. Vezetésem alatt a négy ciklus képviselő testületeit az alkotó légkör a munkabéke jellemezte. Sikerült távol tartanunk a belviszályokat, csak a község ügyeire koncentráltunk, és ezt objektív külső szemlélők is megállapították. Ha 16 évet nézek, polgármesteri működésemet az ipari park létrehozásával kezdtük, ami máig szépen bővül és gyarapodik, és amire mindig büszke leszek. Ez megalapozta önkormányzatunk gazdálkodását, és egyre több helyi munkalehetőséget kínál széles képzettségi palettán. Úgy alakítottuk ki az agglomerációs helyzetünk és a mai kor igényei szerinti új gazdasági, lakó, szabadidős és intézményi területeinket, hogy közben Szada ősi település szerkezetét is sikerült megőrizni. Fejlesztéseinkben mindenkor kiegyensúlyozottságra törekedtünk, hogy egyetlen ágazat vagy terület se menjen a többi rovására. Rengeteget pályáztunk, különösen 2004 után. Gyakran nyertünk, és a nyertes pályázatokhoz közel 1 milliárd forint önrészt biztosítottunk. Jó részt hitelekből és kötvény kibocsátásával, egy gyümölcsöző Szada kötvény kibocsátása történt. A pályázatokon elnyert összegekkel azonban ennek a többszöröse épült be a községbe. Mindig csak addig nyújtoztunk, ameddig a takarunkért, soha nem okozott gondot az adósság törlesztése. Mégis hatalmas előrelépést jelentett, hogy kormányunk 2012 és 2014 között rendezte az önkormányzatok adósságállományát, amiért országgyűlési képviselőként magam is tenni tudtam. Ennek az adósságrendezésnek a révén az adósságszolgálatra szánt pénzünk felszabadult, és 2013-ban megnyílt számunkra a hosszú távú tervezés lehetősége. Így született a már említett, és remélem mindenki által ismert Szada Nagyközség 2014-es keretprogramunk, melynek sarkalatos eleme a községi útprogramunk. Ez az útprogram reális éves ütemezésben a 10. év végére minden még burkolatlan községi útunk szilárd burkolattal való ellátását tűzi ki célul. Intézményi hálózatunkat, így elsősorban iskolánkat és óvodánkat folyamatosan bővítettük. Különösen büszkék lehetünk új óvodánkra, de a szociális alapellátó központ vagy a konyha és étkezde miatt sem kell szégyenkeznünk. Az iskola villanyára ellátását, mint már beszéltünk róla, nagyrészt megújuló energia fedezi, napelemes kiserőmű termeli. Sportklubházunkat felújítottuk, sport és szabadidős célokra minden település részünkön igyekeztünk helyet kialakítani. Az iskolai pályázat pedig a már elnyert pályázatunknak köszönhetően jövő tavaszra műfűves burkolatot kap. Tovább tanuló fiataljainknak minden évben széles körben nyújtottunk ösztöndíj kiegészítő támogatást. A tanulás, munkavállalás lehetőségeit közvetlen budapesti buszjáratok teszik elérhetőbbé. Községi hagyományainkat ápoltuk, ünnepeinket tartalmasan és méltón megültük. Díszpolgári címet alapítottunk a kiemelkedő községi teljesítmény nyújtó szadaiak elismerésére. Közművelődésünk szép és értékes, hangzó és nyomtatott kiadványokkal büszkélkedhet. Helyi egyházi felekezeteinket támogattuk, ezzel is elismerve közösségeinkben végzett lélek és közösségépítő, közösség megtartó munkájukat. Testvértelepülési kapcsolatokat létesítettünk és ápolunk híven mindmáig. Sőt, bővítésükre törekszünk. És a nemzet újraegyesítéséért is tettünk itt Szadán is. Föleskedtem 150 új magyar állampolgárt, csak ebben az utolsó ciklusban 75 főt. Végezetül szeretném, ha a hosszú évek méltó zárásaként a köszöneté lenne az utolsó szó.
Köszönetet mondok minden képviselőnek, jelenlegieknek és az előző ciklusok képviselőinek is, akikkel a 20 év során képviselőként, polgármesterként együtt dolgozhattam. Köszönetet mondok minden dolgozónknak, akik ebben a 20 évben intézményeinkben, hivatalunkban vezetőként vagy beosztottként híven teljesítették Szada iránti kötelességüket. Külön kiemelten is köszönöm az óvoda és az iskola vezetőinek, pedagógusainak, minden más alkalmazottjának, hogy jó kezekben tudhatjuk legdrágább kincsünket, gyermekeinket, Szada jövőjét. Köszönetet mondok az egészségügyi alapellátásunk orvosainak, asszisztenseinek, védőnőknek, a szűrővizsgálatokat és egészségnapokat szervezőknek, hogy lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint vigyáztak a szadaiak a mi egészségünkre. Köszönetet mondok az alapítványaink munkájában szerepet vállalóknak, Közhasznú Kulturális Alapítvány, óvodai alapítványunk, az Életfaiskolai Alapítvány, akikre a hagyományápolástól, gyermekeink szányra bocsátásán át a falu szépítéséig minden fontos közügyben számíthattunk. Hálatelt szívvel gondolok vissza erre a negyed századra, és benne különösen 16 év polgármesteri munkájára. Minden gondja és nehézsége ellenére remélem, hogy mindvégig adni tudtam magamból. Viszonzásul pedig felbecsülhetetlen értékű ajándékot kaptam a szadai emberektől, amit egész közösségünknek köszönök. Munkára választottak, és hivatást kaptam. A nap 24 órájára, az év 365 napjára elegendő erőt és olyan megbízatást kaptam közösségünktől, melyre a hitelesítő pecsétet nem csak a választások, hanem a kölcsönös szeretet és megbecsülés ütötte rá. 1998-ban 2200 fős szülőfalun polgármestere lettem. 2014. október 12-én, jövő vasárnap, egy 5100 lelkes nagyközséget adok tovább. Stabil gazdasági alapokkal, javuló helyi életminőséget előrevetítő késztervekkel. Becses örökség, úgy gondolom, amit csak szépíteni, gyarapítani szabad, és ehhez felajánlom segítségemet az utánam, utánunk jövőknek, ha igényt tartanak rá. 2009-ben az országgyűlési választásokra készülődve megígértem, hogy bárhogyan is alakul a jövő, én Szadát nem hagyom cserben, az ígéretem kötelez, a polgármesteri tisztséget leteszem, Szada szolgálatát megtartom. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen, kívánom mindenkinek, hogy soha ne tudja meg, hogy milyen nehéz ezeket a szavakat kimondani.